ember méltóságához tartozik, hogy legyen egy jó közösségnek a része, a család mindenképpen, hiszen maga Jézus is családba akart nevelkedni. Sok mindenről lemondott, gazdagságról, előkelő társadalmi helyzetről, de nem mondott le arról, hogy családba nevelkedjen. És volt hazája, volt népe, volt anyanyelve, mert ez Isten ajándéka az emberiségnek. A nyelvek sokaságában ma néhányan akadályt látnak. A valóság azonban az, hogy gazdagság ez akkor, ha egymással békében és szeretetben tudnak együtt élni. Hát ebben egy nagy tapasztalat és egy nagy gyakorlat lehet a szórvány közösségeknek, vagy a határon túli kisebbségi közösségeknek az élete. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egyben hivatás is, miközben adottság, miközben feladat.